Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, elérkeztünk a hétzáró adáshoz, az Alagyöngye Tánc Együttest ünnepeljük a Prima díj kapcsán, az Alai Prima díj és a Közönség díj kapcsán. Három adáson keresztül már beszélgettünk Szakos Lillával és Tóth István Csontival, nem csak az Alagyöngyéről, hanem úgy általában a hagyományokról és sok-sok élményről. Most viszont puskázni kell, legalábbis nekem, nektek mindez fejben van. Megnéztem a honlapotokon, meg egyre kettőre emlékeztem is, de csináltatok lakodalmast, millennium emlékére programot, szüreti mulatságot, ez már szóba került, vásári forgatókat, ez is szóba került, a betlehemi szokásokat, a kiskanizsait is egy teljes műsorban dolgoztátok föl, illetőleg ugye az Isonzónak emléket állító első világháborús, ugye azt hiszem, hogy pont tavaly volt, 2015-ben csak néhányat írtam föl. Beszéljünk majd egyről, kettőről, főleg arról, azokról, amikről nekem is van személyes élményem, mert akkor esetleg tudok is kérdezni. Hogyan választjátok ki a tematikát, a témát? Mert az, hogyha valahová meghívnak, és az a feladat, hogy 20 percet, fél órát, bármennyi gyerekek vagy felnőttek táncoljanak, nyilván alkalomhoz illően, de összeállnak a táncok a meglévő tudásanyagból, de amikor valami tematikusat, valamikor úgynevezett egész estés produkciót kell megcsinálni, akkor ott kell valami plusz szellemi gondolatnak is lennie. Ez a Csonti. Igen, hát ezeket általában... Aki a művészeti vezetője egyébként a Zalagyöngyének. Ezeket igen. Általában én találom ki. Ezek úgy érnek bennem. De hát van most is sok ötletem a közel következőkre, hogy mik azok, amiket majd még szeretnék megcsinálni. Ezek ilyen hosszabb folyamatok, akár sok éves folyamatok is lehetnek, mire összeáll egy ilyen produkció, hogy az olyan legyen, ahogy én azt elképzeltem. És mikor így megérik bennem, akkor hogy feldobom a témát az együttesbe, már van egy ilyen alap elképzelés, és akkor a többiek még hozzáteszik a kis saját kis ötleteiket, javaslataikat, és akkor így kerekedik ki ebből egy ilyen színpadi produkció. Például ez a Isonzói, ez hogy született? Ugye ez volt a legutolsó ilyen. Azt gondolom, hogy a hagyomány őrzés, ápolás, bár helyettesítse be mindenki a saját szavát, nál ennél jobb példa nincs, amikor 100 évvel ezelőttre ugrunk vissza gondolatban, és onnan merítünk valami szellemi muníciót a mának. Régóta érett bennem már egy ilyen katonás témájú műsort, csak amíg nem igazán nem tudtam mihez kötni. Mivel katona is voltam, élményeim is voltak a témáról, és akkor jött egy pályázati lehetőség, amiben ez az első világháborús téma volt, és hát akkor kellett úgy összeszednem a gondolataimat, hogy akkor egy ilyen vázatot gyorsan összedobtam, hogy a pályázatot be tudjuk adni, támogatást is kaptunk hozzá, és akkor utána már plusz késztetés is volt, hogy na, akkor most már össze kell ezt a témát állítani. És hát az élményekből, katona élményekből, a magyar néphagyomány nagyon gazdag a katona nótákból, nagyon sok anyag van az ilyen katona témájú mesék, történetek, anekdoták, és akkor hát ezeknek úgy utána olvastam, ezekből szeregettem, válogattam össze dolgokat, illetve hát az együttes többi tagja is hozzátették a maguk kis ötleteit, gondolatait, és akkor így ebből kerekedett ki ez a program. És milyen hosszú mondjuk egy-egy ilyen egész estés produkció megtanulása, meg hogy hogyan kezdődik a folyamat? Jó, Csonti jön az ötleteivel, ti kiegészítitek, de hát utána nyilván el kell kezdeni ezen dolgozni, és ez nem egy tánc megtanulását jelenti, hanem nagyon-nagyon sokat. Hát igazából ez több részből áll, először a táncokat tanuljuk meg, tehát amikor megvannak a táncok, akkor jönnek ezek az összekötő részek, és csak a legeslegvégén van összegyúrva, és akkor van kipróbálva, hogy milyen hosszú, igazából ott derül ki, és ha nagyon-nagyon hosszú, akkor van egy-két tánc kivéve belőle. Tehát talán az utolsó 2-3 hét, amikor na, akkor most próbáljuk el szöveggel együtt, táncokkal együtt, nézzük meg, hogy milyen hosszú, és nekünk is akkor derül ki, hogy hol a vége. De aztán a színpadon megadja magát, mert sokszor helyzet függő lesz. Tehát ez egy hosszú folyamat, tehát ez sokszor több éves folyamat. Ugye nagyon sok felkérésünk van, nagyon sokat szereplünk itt az ország különböző településein. Tehát kell legyen egy olyan műsorunk, amivel állandóan tudunk fellépni. Ezeket a táncokat használjuk, ezek napi szinten karban vannak tartva,
és amikor kész lett egy ilyen műsor, akkor általában ezek az alapok, megnézzük, hogy ebből mit tudunk használni ahhoz a műsorhoz. Lehet, hogy egy kicsit át kell alakítani, átformálni, mert a történet szempontjából nem úgy alakulnak a táncok, de akkor az egy kis módosítással, akkor az már megvan, és akkor ami még pluszba kell mellé, akkor azokat még külön meg kell tanulni. Ezeknél fontosak, hogy történetet meséljetek? Én szeretem úgy összeállítani a műsorokat, hogy legyen valami kis mondani valója, legyen egy kis kerete, ha más nem, csak egy néphagyomány, mit tudom én, egy szüreti mulatság, tehát nem egy nagy esemény, de hát ott is annyi minden történik, hogy azt másfél-két órába simán bele lehet szölni. Tehát valami kis apró dologról szóljon. Tehát, és az, hogy csak jönnek a táncok egymás után, a biztos a közönség azt is élvezi, mert önmagában is látvány, de hogyha még pluszba szól valamiről, van egy kis történet köré kerítve, érthetővé válik a dolog, akkor még kerekebb a történet. Hát meg van olyan tánc, ami kifejezetten ahhoz az adott történethez készül, tehát most ha a Regrutát vesszük, akkor az első koreográfia az kifejezetten ennek a tükrében lett elkészítve. Tehát a koreográfus úgy építette fel a táncot, hogy tudta, hogy van ez a műsorunk, ez lesz az első tánc, és úgy kezdte el fölállítani, fölépíteni a táncnak a menetét. Tehát akkor már a koreográfus is másképp gondolkodik. Tehát most is készülünk egy műsorra, az új tanult koreók már ennek a szellemében készülnek. Ez titok, vagy elárulható a nagy cél? Nem, hát most közeleg a 20 éves jubileum, tehát most erre készülünk, tehát oda... Micsoda meglepetés, hogy azért a 20 évet megünnepeljük. Így van, tehát ezeket az évfordulókat, ez 5 évente, hogy általában azért megünnepeljük egy-egy új műsorral. És hát vannak még más ötleteim, mert az idei tavaszra terveztem egy műsort. Ugye van ez a helyi legenda, a fejetlen fehérmi legendája. Ezt én szeretném egy ilyen színpadi produkció formájában is majd feldolgozni. Nagyon sok ötletem van már, de még mindig nem kerek a dolog, úgyhogy még egy kicsit ezen rágódunk, úgyhogy szerintem először a jubileumi műsor lesz, és majd csak utána lesz ez színpadon. Ez meg ilyen kicsit szintén akkor keleties, törökös beütési hangulatú, mert hogy hiszen ahhoz kapcsolódik, ahhoz a korszakhoz kapcsolódik, amikor itt bitangoskodtak nálunk a törökök. Igen, tehát... Előadó művészet az, amit ti csináltok, bár ezt nem mondtátok ki, mert csak táncoltok, jól érzitek magatokat, és aztán minden, ami ehhez kapcsolódik, az már jön. Avassatok be, megint kulisszatitkot kérdezek, hogy a táncos észreveszi a közönség hangulatát. Ugye színészek sokat szoktak erről mesélni, hogy 2 perc alatt leveszi, hogy éppen milyen közönség van, és lehet, hogy annak megfelelően játszik tovább, vagy az ő hangulatát is az befolyásoljon. Nálatok ez érzékelhető, és erre hogyan reagál a néptáncos? Hát talán azért szeretnek minket, mert mi bevonjuk a közönséget, tehát nagyon együtt tudunk pulzálni velük, és nagyon figyeljük a reakciójukat. És nagyon, nagyon sokszor vagyunk egy páran lányok, akik ki is kacsingatnak, kimennek, kilép a koreográfiából, oda megy a közönséghez, olyan hangulata van a közönségnek, és szeretjük megmozgatni, nagyon hamar le lehet reagálni. Nekünk talán a legmeghatóbb élvény itt a Regrutánál volt az első fél időben, amikor például próbáltuk a táncokat, akkor ugye jó kedvel táncol az ember, nyilván tudja, hogy minek a szellemében táncol, de amikor a műsort elkezdtük, és elkezdtük az egész táncot, akkor jöttünk rá, és talán nem titok, hogy a közönség között volt egy idős otthon, akik Németországból hazatelepült magyarok, és nagyon sok 56-os volt közöttük, és ahogy ők ott ültek az első 2 sorba, és az ő reakciójuktól annyira megható lett az egész, és a Regrutáknak az első fél időjében ugye a fiúk azt játsszák, hogy elestek a fronton, és ahogy ott az idős emberek keresztet vetettek, levették a kalapjukat, mi ott ugye lányok oldalt álltunk, nem lehetett látni, mi meghatottunk, és annyira ott éreztük, hogy állt 2 percig a levegő, hogy erre például mi is számítottunk, tehát nagyon sokat számít a közönség reakciója, és utána már a második részt ennek a lendületében nagyon jó volt csinálni. Hát egész másképp
táncolunk mi is, hogyha látjuk, hogy a közönség élvezi, veszi azt, amit mi szeretnénk nekik nyújtani. Hál' Isten, nagyon sokat járunk fellépni, és nagyon sokszor tudunk kapcsolatba lépni a közönséggel, és ez most már meg is ilyen megszokott dolog, hogy az legyen az első, hogy a közönséget vonjuk be, és figyeljenek ránk, és akkor onnantól fogva már együtt él velünk a közönség, és akkor érzik a mi lüktetésünket, és akkor ők is átveszik, és akkor onnantól fogva már működik a dolog. Ehhez az kell, hogy nagyon sokat fellépni, nagyon sokat szerepelni, érezzék a táncosok, ne az legyen, hogy jó, itt vagyok a színpadon, letáncoltam, elmentem. Tehát, hogy tényleg ez, hogy kikacsintani a közönségre, egy falunapban aztán valaki kicsit kapatosabb, és odajön, és na most akkor én is beállok, akkor az biztos, hogy elkapjuk, berángatjuk magunk közé, és akkor na, kicsit táncoljunk meg, és onnantól fog már a közönség is elfogadott minket, és akkor onnantól fogva már működnek a dolgok. Tehát ezeket le kell tudni reagálni, ezeket a dolgokat, és ha nem csak az, hogy jó, én itt színpadon előadtam az én dolgomat viszontlátásra, utána lemegyünk a közönséghez, kicsit elbeszélgetünk velük, oda jönnek, és akkor gratulálnak, kocintunk esetleg velük egyet. Ezekre igény van, és ez miatt szeretnek talán minket, hogy egy kicsit így tudunk velük beszélgetni, kommunikálni, leülünk közéjük. Ne adj Isten, hogyha meghívnak egy pörköltre, vagy egy halásztére, akkor szívesen elfogyasztjuk velük, és akkor nem azt érzik, hogy lejöttek ide az előadó művészek, és akkor most mi megnéztük őket, és ott, hanem ugyanolyan hétköznapi emberek vagyunk, mint ők, és akkor odaülünk közéjük, és innentől fogva már ezek a dolgok működnek. Mekkora az Alagyöngye család? Hát, ha az Alagyöngye családot nézzük, akkor elég nagy. Nem is tudnék most itt számot mondani hirtelen. Hát a táncosok, a felnőttek. Na most csak a szűk csapatot nézzük, és akkor, hogy évvégünk tartunk egy bulit, csak a csapat, és hogyha már párok, meg gyerekek, akkor már 40-50, ha barátokat, akkor már 150. Igen. Ha a gyerekek és a család, akkor már az egész kalizsa. Meg hogyha tényleg visszatérünk a díjra, akkor meg az utcán naponta állítanak meg, és akkor örülünk nektek, mert úgy érezzük, hogy egy kicsit a miénk is. És ez esett olyan jól, hogy mindenki, nem az, hogy ne ez a tiétek, hanem akkor ez egy kicsit a miénk is. Nagyon ennyi, jó azt nem hallani, kell, nem kell. Hogy azt halljuk, hogy megérdemeltük, és hogy ez olyan jó, hogy mi kaptuk meg. Itt volt az ideje. Ezek azok a visszacsatolások és visszajelzések, hogy talán jól csináljuk, amit csinálunk. Bár soha nem tartottuk magunkat szerintem előadó művészeknek. Tehát... Meg nem is azért csináltuk, tehát nekünk ez nagy meglepetés volt az is, hogy jelöltek minket. Mi az utolsó pillanatokban tudtuk meg mi is, hogy egyáltalán jelöltek minket erre a díjra. Úgyhogy tényleg ez egy ilyen nagyon váratlan dolog volt, és nagy meglepetés. És azért is vagyunk még most is így, hogy még nem is igazán tudjuk még felfogni, hogy ezt mi megkaptuk, és próbálj. Mi igazán meg se tudtuk ünnepelni, mert azóta is folyamatosan dolgozunk, meg megyünk tovább, és csináljuk a mindennapi dolgainkat. Egyszer majd le kell ülnünk, és tényleg így rendesen megünnepelni, hogy na most már tényleg elhiggyük, hogy ez a miénk. Most még egyelőre, hogy ebben az kis eufóriában vagyunk, hogy ezt még úgy... Jaj, de jó. Megint személyeset kérdezek. A hagyományokból kiindulva a két gyertya is azt jelzi az asztalon, hogy már két adventi vasárnapon túl vagyunk, közeleg a karácsony. Nálatok külön-külön személyesen akár milyen a karácsony? Egyrészt az Alagyöngyénél, tehát hogy van-e valami közös megmozdulás karácsonyi, esetleg az évzáráshoz kapcsolódó bármi rendezvény, és arra is kíváncsi vagyok, hogy hagyományok szempontjából milyen a karácsony. Hát a csapat szempontjával nem pont karácsonyhoz, de minden, vagy év végén, vagy év kezdés, tehát december végén, január elején mindig van egy ilyen közös összetartás, amikor elmegyünk közösen vacsorázni, és akkor, vagy egy valami kis bulit tartunk, és akkor az este az csak a miénk, és akkor egy ilyen kis közös összetartás keretében kicsit jól érezzük magunkat együtt. Ott egyébként, bocsánat, szóba kerül a tánc? Természetes dolog, tehát az lenne furcsa, nem lenne tánc, tehát gondolom, hogy ilyenkor rendesen kiértékeljük az évet. Igen, elbeszélgetjük, így van, mi történt egész évben,
mit szeretnénk. Mit szeretnénk a következőkben, és hát közben ugye szól a zene, hát utána táncolunk is természetesen. Nem biztos, hogy néptáncot, tehát lehet, hogy éppen egy karaoke party, vagy akármi, vagy sokszor volt, hogy zenészt hívtunk, és akkor akármi kis báli zenére vagyok. Mi nagyon szeretjük ezt a lakodalmi zenét, lakodalmi nagy híve vagyunk. Az sem idegen tőlünk, tehát arra is jól tudjuk érezni magunkat. Úgyhogy igen, ott is használjuk a táncot. Csak ha arra táncoltok nálatok, azért mondjuk hozzám képest azért sokkal kifinomultabbak a mozdulatok, gondolom. Tehát ezekre a zenékre is ennek ugyanaz az alapja, mint a csárdásnak, tehát ugyanúgy erre tudunk néptáncot is táncolni, tehát vagy a cigánytáncra is tudunk táncolni, tehát igazán ez se okoz problémát, úgyhogy működik így is a dolog. Na majd egyszer belesünk egy ilyen bulira, de úgy, hogy tudtok róla természetesen, meg az elejére. Föltétlenül. Karácsony. Hát nálunk nagyon hagyományosan, tehát a szenteste az szigorúan a szülőknél van, és akkor a második, harmadik nap pedig be van osztva, hogy kinél van a családi ebéd, de nálunk ilyenkor kötelezően az egész család együtt van, hála jó Istennek. De mi őrizzük, tehát nem otthon van mindenki külön-külön, ilyenkor együtt vagyunk. Nálunk, mióta megvan a gyerek, azóta természetesen a szenteste az otthon van, tehát akkor csak mi hárman vagyunk. Hát amíg nem volt gyerek, akkor általában vagy ketten, vagy valamelyik szülőnél voltunk, de most már mindig a szenteste az hármasban otthon, és hát akkor másnap akkor meg természetesen mind a két szülőhöz el kell látogatni. Úgyhogy nálunk így zajlanak a karácsonyok, tehát akkor másik két nap akkor a szülők. Most már próbáljuk azt, hogy a szülőket is egy napba, és akkor legyen egy napunk, ami még csak a miénk otthon. Úgyhogy. Fontos az ajándék? Úgy gondolom, hogy igen. De nem is az, hogy mekkora az ajándék, hanem valami. Nem, cíze. Maga, egy kis maga, szem, igen, maga tehát, az, hogy ajándék. Igen, hát a gyerek az elvárja, tehát az természetes. Természetes, tehát mindig megvan a kívánságlista. De ugye egymásnak is igen. Tehát az évközben próbálunk odafigyelni a dolgokra, hogy mi az, amit szeretne valaki évközben, amit nem kapott meg, vagy valamilyen kis apróságot, ami úgy kedves a szívének, úgyhogy erre is próbálunk odafigyelni. Mondjuk nálunk az ajándék inkább élmény, tehát nagyon szeretjük az élménnyel gazdag ajándékokat. Persze a gyerekek megkapják a lista által megrendelt ajándékokat, azt Jézuska azt mindig elintézi, de nagyon szeretjük az élményes ajándékokat, akár egy koncertre, egy utazásra, ezek azok a maradandó ajándékok, amit az ember visz a lelkébe. Tehát igazából sok év alatt az ember, amikor sokszor költözik, akkor nem minden ajándékot tud vinni, de ezeket az élményeket, ezeket magunkkal visszük mindig, és velünk lesznek. Úgyhogy mi inkább már erre törekszünk egy ideje. A gyerekeknek természetesen megvan a tárgyasult kívánság is. Ezt a hetet akár ezzel a két vallomással is lezárhatnánk, de én mégsem teszem, hanem azt szeretném, ha zárásként az elmúlt 20, majdnem 20 esztendőből mindenki, mind a ketten mondanátok egy-egy olyan pillanatot, zalagyöngyés pillanatot, amit őriztek. Ez volt a meglepetésem így a végére, tehát hogy így a kellemesen már a karácsonynál tartunk gondolatban, de azért egy kicsit visszahoználak benneteket. Biztos, hogy van megható, vagy sztori is, vagy bármi, tehát mindenki a saját szája íze szerint, de hogy akkor egy-egy személyes kis bombon legyen így a végére, vagy képzeletbeli szaloncukor a Kanizsa Caféban, hogy teljes legyen a képzavar. Hát nekem ez a 20 év, ez egy pillanat. Tehát, Te ügyesen kibújsz. Én annak örülök, nekem az nagy öröm és élmény, hogy ez a társaság így 20 évig együtt tudott maradni. Tehát igazából tényleg úgy tűnik nekem, mint a tegnap lett volna, amikor elkezdtük, és most, mikor szembesültünk vele, hogy már 20 éve, hogy most kezdtük el. Tehát az, hogy és 20 év alatt ez a kis csapat így együtt tudott maradni, nekem ez egy ilyen nagy élmény.
Nem is élmény, ajándék. Ajándék, ajándék, így van, ajándék, hogy így együtt maradt ez a csapat. Olyan ajándék, ami élmény. Így van. Tehát ha azt veszük, hogy mi az ajándék, azt gondolom, hogy nagyon kevés ember mondhatja el magáról, hogy 20-30 éves barátságok vannak mögötte, és ezekkel az emberekkel nem mindig találkozunk minden nap, mert szerintem több időt töltünk együtt, mint a családtagjainkkal, de mindig számíthatunk egymásra. Tehát mi mindig azt mondjuk, hogy mi táncos társak vagyunk. Tehát nem barátok, nem családtag, hanem táncos társ, ez valami más. Ez ott valahol a kettő között van, valami nagyon más. Társ, táncos, egymásra számíthatunk, ha kellünk, ott vagyunk egymásnak. Jól érzem, ez ilyen különleges minőség. Abszolút, igen. És akkor így te is kibújtál a válaszadás alól, vagy neked azért van egy momentumod esetleg? Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog. Ha nagyon-nagyon ki kéne egy momentumot emelni, ahogy mondtam, hogy mindegyikünknek volt az életében egy-egy időszak, amikor abba hagyta rövidebb, hosszabb időre a táncot, és én amikor visszajöttem táncolni, akkor az első fellépésen mondták nekem a lányok az öltözőbe, hogy olyan, mintha el sem mentél volna. Tehát tényleg teljesen mindegy, hogy mennyi idő telik el. Annyira össze vagyunk már nőve, és annyira ismerjük egymás lélegzetét és mozdulatát, hogy eltelhet bármennyi idő, ugyanott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. És ez egy óriási ajándék. Még 50 adást csinálhatnánk most így egy gyűltőhelyünkbe. Még egy kérdés utána elengedlek benneteket, meg engem ki fognak rúgni, hogyha nagyon túllépjük a megszabott műsoridőt. Nem tiszteletlenségből kérdezem, esküszöm, tényleg, tehát semmilyen pici gonosz grincs és ördögi szellem nincs bennem. De meddig lehet ezt csinálni? Hát ha azt nézzük, hogy az adatközlők 80-90 éves emberkék, akkor ez lehet. Addig azt szoktuk mondani, hogy majd kerekesszékkel és ilyen kis rockerrel is majd fogjuk ezt csinálni. Lehet. Bármeddig. Amíg az embernek a szíve dobog, ez lehet. Nincs korhatár. Nincs. Felső korhatár nincsen. Tehát ezt lehet halálig csinálni. Hát amíg az ember jól érzi benn magát, amíg ez neki jól esik, kedves neki, addig ezt nyugodtan lehet csinálni. Azt kívánom, hogy a mi örömünkre addig csináljátok, vagy még azután egy picivel is. Köszönjük szépen, hogy megtiszteltetek, még egyszer gratulálunk, köszönjük, hogy most már hivatalosan szoborral is elismerve prímák vagytok. Eddig is tudtuk rólatok egyébként, hogy prímák vagytok. Köszönöm ezt a hetet, áldott karácsonyt kívánok így. Köszönjük szépen, viszont kívánjuk. Önöknek is köszönöm a figyelmet, hétvégén megismételjük mind a négy heti műsort, hogyha valaki lemaradt volna akkor, és esetleg mondjuk tudják a barátokról, hogy szeretik az Alagyöngyét, de nem látták, akkor hívják fel a figyelmet. Jövő kettől pedig új téma, új vendég itt a Kanizsa Caféban, hiszen nem állunk le, nincs megállás az év végén sem. Jó hétvégét kívánok, viszontlátásra!